Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket, akik eljöttek ide Csicsóra, erre a szép napra, amikor is Szűz Mária születésének ünnepét ünnepeljük. Az igaz, hogy szeptember 8-án ünnepeljük, de itt a Csicsói kegyhelyen ma ünnepeljük, és ma kérjük a jó Istent, hogy áldjon meg bennünket. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm a Balázs Zoltán atyát, aki itt van és bent a sekrestébe gyóntat. Ő is kapcsolódik a Szent Miséhez a Szent Beszéd után. Jelezve az, hogy ünnepelni akarunk. Kérni akarjuk a Szűzanyát, hogy segítsen rajtunk. Erősítsen meg bennünket, és mint békefejedelme, adjon békét a világnak, és ugyanakkor a szívünknek is. Üljük meg vígadozva a boldogságos Szűz Mária születésének ünnepét, mert belőle támad üdvösségünk napja, Krisztus, a mi Istenünk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunk az Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennel, és a Földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
könyörökjünk. Kérünk Istenünk, add meg nekünk házott népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára boldogság a szűz Isten anyasságában, felvíratt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mikiás próféta könyvéből. Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás. Ezt mondja az Úr, te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei közül, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, még nem születik, akinek nem szül, akinek szülnie kell, és testvérihez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Vagy Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled virrat ránk az igazságnak Krisztus, a mi Istenünk. Alleluja! Hosszul legyen e veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Mária gyermeket fogant a Szent Lélektől. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrám fiának családfája. Ábrámnak Izsák volt a fia. Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és testvérei, Judának Fárez és Zára, Támártól, Fáreznek Eszrom, Eszromnak Árám, Árámnak Aminadab, Aminadabnak Nászán, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász, Rábtól, Boásznak Jobéd, Ruttól, Jobédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia óriás feleségétől, Salamonnak Robám, Robámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jorám, Jorámnak Ózeás, Ózeásnak Joátám, Joátámnak Ákház, Ákháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manaszesz, Manaszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Ekoniás, és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Ekoniásnak Szalátiel volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábjud, Ábjudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleázár, Eleázárnak Attán, Attánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig itt történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az urangyala, és így szólt: József Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségüled Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogon, és fiút szül. És Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti: velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! Hogyha megfigyeltük Mária ünnep, Mária születésének ünnepét ünnepelve, mégis az olvasmányok Jézus Krisztus, az ő Isten fiának történeteire, az ő megjelenésére fókuszál. A mai evangélium, amit felolvastam, Jézus Krisztus családfája. Mostanában nagyon gyakori az, hogy mi emberek próbálunk családfát felállítani. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy kik voltak az őseink. Honnan származunk? Talán mivel foglalkoztak? Mi volt a tisztje az illetőnek? Mennyire becsülték, mennyire tisztelték? Magyarul mondva, milyen múlttal rendelkezem? És hogyha megnézzük Jézus Krisztus családfáját, nem mondhatjuk azt, hogy olyan sima volt az egész. Eléggé hullámos volt. Hogyha olvassuk a Szentírásban, akkor rájövünk arra, hogy bizony voltak botrányok is, de voltak szép idők is. Mindhogyan, hogyha megnézzük a családfánkat, bizony találkozunk olyan dolgokkal, amire azt mondjuk, hát erre nem gondoltam. Ezt nem tudom elképzelni. Ilyen történhetett. És ugye abból indulunk ki, hogy egy civilizált világban élünk, és azt akarjuk, hogy ez valahol meghatározzon bennünket, az egész életünket.
De ugyanakkor látnunk kell, hogy sokszor mondjuk magunkban, hát nekem nem kell szégyenkeznem. Mert minden, ami történt, hát az a múlt. Most én a jelent szeretném élni. És látjuk azt, hogy a jelenben Mária rámutat egy igazi fényességre, egy igazi jövőre, ami nem más, mint Jézus Krisztus. Mária, bármennyire is az ő születésének napját ünnepeljük, ő mindig Jézusra mutat. Ott van, sok helyre elkíséri, azért, mert hallani szeretné. Amíg felnevelte, amíg gondoskodott Jézusról, addig Jézus hallgatott rá, mint gyermek. És mint gyermekét tovább akarja kísérni. És ő akarja nekünk megmutatni. És ezért mondom, hogy egy fény született, és ez a fény még nagyobb fényességre szeretne rámutatni. Mennyire akarja az ember minél többet tudni a Szűz Mária életéről? Jelentek meg természetesen könyvek. De hát, hogyha végig gondolja az ember, hogyan ismerhették, mikor nem tudták, hogy miről van szó. Akkori társadalom valahogy úgy volt vele, hát majd csak eljön. Majd csak megszületik a Mesiás. Hogy milyen formában, fogalmuk nem volt. Mi már tudjuk, mi már könnyebben tudunk reagálni ezekre a dolgokra. És biztosok lehetünk benne, hogy ő egy olyan életet élt, ami mentve volt minden bűntől. Tehát ő csak az Isten szavára figyelt, és azt hallgatta. Ő az Istenről akart mindenkinek beszélni, és amikor rádöbben a társadalom, igen, hát ez ő a Mesiás. Akkor rögtön azzal jönnek, hát ez az Ács fia. Ugye vannak gunyolódó emberek, akik talán ma is ki volt ő. Hogyha én szeretem, hogyha én elfogadom, és azt akarom őt hirdetni, mint a Messiás, mint az Isten fiát, akkor senki nem akadályozhat meg. De ugyanakkor nekem, mint keresztény, kötelességem is tanúságot tenni róla. Úgy éljem az életem, hogy bármikor bátran tudjak tanúságot tenni róla. A szűzanyát, mint égi édesanyánkat tiszteljük. Istent imádjuk, Szent Fiát, Jézus Krisztust. Ő nem más, mint a Szűz Mária gyümölcse. Tehát ő az, aki igent mond a Szent Léleknek. Igent mond, amikor megjelenik az urangyala, és annyit mond, üdvözl légy, Mária. Nem érti, nem tudja. De viszont fölvilágosítják. Fölvilágosítást kap, és attól a pillanattól kezdi már érteni, hogy őt a jó Isten kiválasztotta. Hogyha mi is végignézzük a családfánkat, természetesen rögtön azzal vagyunk, hogy hát vajon a jó Isten engem minek választott ki? És ha nem, akkor tegyük fel a kérdést, vajon nekem a családban mi a feladatom? Mit kell tennem azért, hogy aki körülvesz engem, az boldog legyen? Mit kell tennem azért, hogy az a család, akit én képviselek, mert mindenki képviseli a családot, és így nevezzük természetesen, és ezt nevezzük családnak,
ahol többen képviselik. Mennyire tudok tanúságot tenni? Mennyire tudok helyt állni, és nem szégyet hozni, hanem valami formán, dicsekvés formája is lehet, de az emberek, akik körülvesznek, azok elcsodálkozzanak. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus tudásának, bölcsességének, és isteni bölcsességről beszélünk, már 12 évesen megmutatkozik. Ahhoz természetesen a szülők közreműködése. Olyan alattuk a mai evangéliumban a József igaz ember volt. Ő megtanulta és megtanította, mit jelent az, hogy társadalomban úgy éljünk, hogy az emberek fölnézzenek ránk. Az emberek föltekintsenek ránk. Értéket lássanak bennünk. Ez, ami a mai társadalomban, nem akarok senkit se megszólni. Nem szeretném, hogy úgy vennék, hogy na, a plébános nem tudom, melyik világon él. Ez a társadalom, ezt éljük, ezt a világot éljük. De sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi a feladatunk. Pedig feladat az van. Mennyire vesszük észre? Mennyire akarjuk azt mondani, hogy igen, engem a jó Isten erre választott ki. Ez az én küldetésem. De hát a másik ember nem csinálja, én miért csinálnám? Holott látnunk kell, hogy bizony rászorul a társadalom a mi segítségünkre, a mi munkánkra, azoknak a munkájára, akik most itt vannak, akik hallják, akik tudják, és fáradoznak azon, hogy hogyan tudnák, hol tudnák elkezdeni ezt a munkát. Nem a társadalomban kell nekünk elkezdeni, hanem odahaza a családba. És a család idővel természetesen megtalálja, rátalál a nagy családra, amikor kimegy a társadalomban, és ott észre fogja venni, hogy mennyi hiányosság van. Milyen hiányossággal küzd a mai világ, a mai társadalom. És azokat a hiányosságokat próbáljuk valami formán pótolni. Tehát nem csak a szűzanyát választotta ki a Jóisten, hanem a Jóisten az édesanyákat, az édesapákat kiválasztotta. Mondhatnám azt, hogy kiválasztottak vagyunk. A Jóisten ma is gondoskodik rólunk, az ő bölcsességével, és mindig ott van mellettünk. Ott van és fogja a kezünk. Nem csak ő, főleg a szűzanya. Az ő kötényével átölel bennünket, betakar bennünket, mert szeret. Ezzel akarja megmutatni irántunk való szeretetét. Tegyük fel a kérdést gyakran, vajon mi mennyire szeretjük őt? Mennyire akarjuk, hogy ott legyen mellettünk? Mennyire kérjük az ő segítségét? Mennyire kérjük a szűzanya közbenjárását? Mennyire ragaszkodunk hozzá, mint égi édesanyánkhoz? Sokat beszélnek a mai világban a békéről. Mindig az ember arról beszél, ami nincs. Mintha ez a múlt lenne. Pedig a jelenben szükségünk van, és nagyon nagy szükségünk van a békére. Imádkoznunk kell. De a békét újra meg újra azt mondom, nem ott kell megteremteni, nem a világba, hanem a családba. És utána a család ugyanúgy kiindul, megint találkozik a társadalommal, attól több család találkozik, és ott próbál beszélni arról a békéről, ami létrejött a családjába.
ami létrejött abban a közösségben, amiben él. Kedves testvérek, így lehet békét teremteni. Nem fölháborodva, nem fölázodva, és azt mondani, majd én megteszem. Majd én megmutattam, mit jelent békében élni. Előbb éljünk békében, és ezt mások is akkor észreveszik. És ha észreveszik, akkor dicsőítik a mennyei atyát. Akkor örömmel fogadnak el bennünket, és azt mondják, érdemes őket követni. Érdemes, mert hisz tanúságot tesznek, és ők lehetnek példaképek számunkra. Kedves testvérek, legyünk példaképek. A szűzanya kezdettől fogva példaképünk, elsősorban az édesanyáknak, akik tudnak odafigyelni, akik figyelemmel kísérik a családjuk életét, és ugyanakkor az anyai szeretet, az anyai pártfogás természetesen nem marad el a szűzanya részéről. Kérjük a szűzanya közbenjárását, az ő segítségét, hogy helyt tudjunk állni a társadalomban, hogy utána a családfánkra úgy tudjunk visszatekinteni, érdemes volt megszületni, érdemes volt ehhez a családhoz tartozni. Ugyanakkor, ha nagyobb körbe nézzük, akkor kimondhassuk azt, hogy érdemes magyarnak lenni, érdemes kereszténynek lenni, mert hisz békében élünk, és szeretetet élvezzük, azt a szeretetet, amit úgy nevezzük, hogy Isten. Ő a szeretet, és ebben a szeretetben legyen részünk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek is földnek, és a Jézus Krisztusban, a teljeszült fiában, ami jogunkban, aki fogalmaz a szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, rászállt a poklokra, föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Örvendezzünk testvéreim a mai szent búcsús ünnepen, mert hatalmas közben járunk született, a boldogságos szűzanya, együtt könyörögjünk a mi mennyei atyánkhoz. Add Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnal hasadását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy Anya Szent Egyházad pásztorainak szolgálata által mindannyian újjászülessünk az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy égi anyán közben járására megszülessék a földön a békem. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy a betegek, a magukra maradottak, a szomorúakat is örvendeztesse meg, a szomorúak vigasztalójának születése. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy kis boldogasszony mai ünnepem, mennyei születésnap legyen az elhunyt testvéreink számára is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét. Az ő szent anyjában égédesanyát adtál mi nekünk, kérünk, hogy közben járására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk és Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, agya kiszűztő születvén, anyjának érintetlenségét nem csarbította, hanem megszentelte. Az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A boldogságos mindenkor Szűz Mária születésének ünnepi, tégedet dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogantó egy szülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegi, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráf kórusa, olyongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavuk az társuljon szózatunk, és alázatos megvallással összengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura és ele, dicsőségedet felölti a mennyet is a Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével. Éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkakat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adaték.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiandaték, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházod áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattám, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenteddel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk azzal az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hídben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményük szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökkém. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjék, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, két helyen fogunk tehát áldoztatni, tehát inkább azt mondom, hogy itt középen, de ketten fogunk áldoztatni. És kérem a kedves híveket, jöjjenek nyugodtan ide előre, és részesüljenek a szent áldozásban. Thank you.
íme a szűz fiút szül, aki megszabadítja népét vétkeitől. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy egy házad, amelyben szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala. Krisztus, ami Urunk áldhat. Amen. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy megköszönjem elsősorban a jó Istennek, hogy a mai napra olyan ajándékban részesültünk. Nem mondhatom azt, hogy meleg volt, az se, hogy hideg volt, nagyon jó időnk volt. Megköszönni a szervezőknek mindazt, amit úgymond lehetővé tették, ezt a szép helyet, hogy ünnepelhetünk. Megköszönöm a kedves híveknek, hogy eljöttek. Hallom a plébános úrtól, hogy felvidékről is vannak vendégek, mert én az igaz, hogy az elején valahogy nem tájékozottam, de ugyanakkor természetesen a felvidéki testvéreinknek is köszönöm, hogy eljöttek és részt vettek ezen a szentmisén. Környékbeli falvakban nem akarok itt falvakat mondani, mert ha egyet kifelejtek, akkor azt fogják mondani, hogy na, ez a pap is aztán jól megmondta. Látom természetesen, nagyon sok faluból érkeztek, és ezt az örömhírt haza fogják vinni. Örömhír, hogy együtt ünnepelhettünk a Szűzanyával. Együtt lehettünk itt, és együtt adhattunk hálát a jó Istennek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és részt vettek a szentmisén, Isten fizesse meg. Természetesen jövőre is várom a kedves híveket, ahányszor lesz itt búcsú. Az az igazság, én még nagyon új vagyok, én csak 21-től veszem át hölgyészt, mint hölgyészi plébános, tehát szeptember 21-től. Akkor biztos már többet fogok tudni, és többet fogok tudni mondani a programokkal kapcsolatban. Most egyelőre örülök, hogy itt lehettem, és örülök annak, hogy önök is itt voltak, és itt vannak még, és együtt ünnepelhettünk. És remélem, jövőre is ugyanúgy együtt fogunk ünnepelni. Esetleg kegytárgyakat vásároltak, most a Zoltán atya meg fogja áldani. Kérem a kedves híveket, maradjanak ott a helyüken, és akkor vegyék elé ezeket a kegytárgyakat, és hát az atya meg fogja áldani. Könyörögjünk, Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent, árasz ki bőséges áldásodat mi iránk, hogy búcsú fiát vihetünk haza, odaadhatjuk a családtagjainknak, kedveseinknek, add, hogy akik ezt szent akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőled testi-lelki erőt és üdvösséget. A szent olvasó megáldása. Isten anyánk, a boldogságos Szűz Mária dicséretére és dicsőségére, a mi Urunk Jézus Krisztus életének
halálának és feltámadásának szent titkait őrző emlékére, az ima könyv megáldáson. Áld meg Istenünk az ima könyveket, hogy segítse hozzád azt, aki ebből imádkozik vagy énekel, add, hogy mi ezt az ima könyv üdvössége ajándékozó szeretedről tanít, azt értelmünkkel felfogjuk, szívünkkel elfogadjuk, és életünkben meg is valósíthatjuk. És a többi kegytárgyakat áldja meg a mindenható Isten az ő segítő kegyelmével. A boldog asszony, a boldogságos Szűz Mária közbenjárása által az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. Azul legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjünk békével. Istennek legyen hála.